Márkus Beáta anyai nagyanyja révén családilag érintett a deportálás borzalmaiban. Ez inspirálta arra, hogy kutatásba kezdjen. Erről a témáról egyébként a családban nem nagyon beszéltek, nagyon ritkán ilyen óvatos célzások voltak rá. És amikor történész hallgató lettem a Pécsi Tudományegyetemen, akkor tulajdonképpen ugye kellett egy kutatási témát választani, és ekkor merült fel bennem, hogy a magyarországi németek története úgy izgalmasnak tűnt, és hogy konkrétan erről a fejezetről talán lehetne esetleg valamit kutatni, ez ugye a 2010-es éveknek az eleje, és akkor szembesültem vele, hogy ez a abszolút fehér folt, alig volt róla akkor valami átrendelkezésre, úgy gondoltam, hogy hát akkor talán itt az ideje. A könyv 10 éves kutatómunka eredménye. A terv az volt, mondta a szerző, hogy először Tolna és Baranya megye történeteit foglalja össze, ám az élet másképp akarta. Nagyon sok mindennel találkoztam a forrásokban, ami felkeltette az érdeklődésem, és végül is kiterjesztettem az egész országra, mert Magyarország területére, hogy akkor már megvizsgáljam az összes elhurcoltnak ebből az országból a történetét. Úgy gondoltam, hogy nyilván, hogyha én nem találok hozzá több forrást, akkor nyilván mások se, tehát igazából másoknak a kérdéseit ugyanúgy meg szerettem volna válaszolni, mint hogy sajátjaimat. Tehát mi erről tényleg sokat nem beszéltünk, azzal találkoztam a hallgatótársaim körében is, hogy igazából erről az eseményről szinte egyáltalán nem tudtak, hogy egyetlen történt ilyen. Emiatt igazából azt szerettem volna megvizsgálni, hogy hogyan zajlott ez az egész, amikor megérkezett a szovjet vörös hadsereg, miért adták ki ezt a parancsot, hol, mikor, mennyi embert vittek el erre a több éves kényszermunkára. Nyilván nagyon megérintett, tehát, hogy itt nyilván egyrészt levéltári forrásokkal dolgozott az ember, másrészt akkoriban még viszonylag sok nem, de hogy voltak túlélők, akikkel interjúkat lehetett készíteni arról, amit ők megéltek. Nem mindenki akart róla egyébként beszélni, ezért sok mindenkivel sikerült még így az utolsó pillanatban úgymond interjúkat felvenni. Tényleg megismerjük ezt a történetet. Egyrészt én is, másrészt azok a hallgatók, azok az egyetemisták, akiket oktatok, és ez valahogy jobban bekerüljön mind a köztudatba, mind az érintettek tudják meg, hogy mi történt, és én azt gondolom, hogy ebbe azért nagyon sokat sikerült ténylegesen haladni. A riportokból az is kiderült, hogy a határon megfélemlítették a fogságból hazatérőket. Ez a magyarázata annak, hogy hosszú éveknek kellett eltelnie, mire egy-egy történet vagy emlék napvilágra került. Sokakkal tényleg azt közölték a határon, hogy ők erről nyilvánosan beszélnek, hogy mi történt velük, milyen rossz körülmények között voltak a szovjet lágerekben, akkor megbüntetik őket, visszaviszik őket, tehát hogy nem ok nélkül féltek, és nyilván ez évtizedekig tulajdonképpen hallgatás fájtlába borította ezt a témát, amin tulajdonképpen tényleg csak a 90-es éveknek a rendszerváltozása volt az, ami elvileg változtatott, tehát hogy elvileg onnantól, hogy a szabadon lehetett erről a témáról beszélni, gyakorlatilag tényleg az tapasztalható, hogy hát azért sokkal lassabb volt, amíg az emberek megnyíltak, és tényleg elhitték, hogy oké, nem lehet már bajuk ebből. Tehát, hogy tényleg volt olyan interjú alanyom nekem is, aki azt mondta, hogy jó, ő elmeséli, de a nevét ne írjuk ki, az arcát nem mutassuk meg, tehát hogy még mindig igazából félelem van nagyon sok emberbe. A társadalmat érdekli, és hogy úgymond ma tényleg egy olyan világban élünk, ahol már ezért nem büntethetnek meg senkit. Van egy nyitottság egyébként, mind a fiatal generáció részéről, tehát nagyon sok iskola is megkeresett minket, hogy nem tartanánk projektnapot, beszélnénk róla valami feladatokat, szóval valamit, ami picit a fiataloknak felkelti az érdeklődését. Nyilván nem csak az olvasásra gondolok, hanem hogy egy mostani fiatalnak az érdeklődését már más módokon lehet megragadni, de ebben tényleg sok pozitív tapasztalatom van, tehát hogy egyébként érdekli a fiatalokat, csak meg kell tudni szólítani őket. Márkus Beáta azt tapasztalja, hogy ma még hiányzik a deportálás történetének oktatása. Egyetemi tanárként személyesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók megismerkedjenek ennek a történelmi eseménynek részleteivel. Ehhez ad hozzá ez a kötet is.